lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj, egy árva hang, egy jel. A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse adjuk fel. Mert a jó a rossz csak szól, olyan, ami sokszor változó, de egy ismerős hang az megmarad. Már is érzed, hogy védve vagy, a dal egy biztos hely. A zene az kell, mert körülölel, és nem veszünk majd el. Ha van elég szív, az sokat segít, és mégsem adjuk fel. Köztünk minden ember más, különös és sokfajta szokás, de hogy éjjel mindenki álmodik, nagy bajt nem csinál hajnalig, ebben egyformák. Itt van, aki csak néz, és van, aki mesél, és van, aki segít, hogyha kimerültél. Mindenki erős és életre való, és van, aki csak árva és sose volt jó. Ami fontos az, hogy úgy legyen, az, hogy mindenki más milyen. A zene is csak ettől igaz, a dal csak így lesz szép. Itt mindenki tudós, és mindenki figyel, de van, aki majd játszik, és sosem ő fel. De van, aki majd ír, és lesz, aki zenél, és van, aki majd bátran és okosan él. Ami fontos az, hogy úgy legyen, az, hogy mindenki más milyen. A zene is csak ettől igaz, a dal csak így lesz szép. Van, aki csak néz, és van, aki mesél, és van, aki segít, hogyha kimerültél. Mert mindenki erős, és életre való, és van, aki csak árva, és sose volt jó. Ami fontos az, hogy úgy legyen, az, hogy mindenki más milyen. A zene is csak ettől igaz, a dal csak így lesz szép. Péter Szabó Szilvia, Pakman Péter, és köszönjük szépen a produkcióban a Tália Tanoda diákjainak, hogy részt vettek. Ne düsd el a kosarat. Na, hát nagyon szép volt. Nagyon nehéz ez után, de én azt gondolom, ha egy mondatot megengedtek, hogy a Péter annyira sallangmentesen énekelt, hogy ez valami egészen elképesztő, hogy a legnehezebb, hogy ne a hatásunk alatt legyünk. Gyönyörű produkció volt, bevállalom én a hálátlan feladat, hogy megszólalok. Gyönyörű produkció volt, megmondom őszintén, ti vagytok a legkiegyenlítettebben dolgozó páros, humorban, zenében, mindenben. Nekem, hogy egy picit megtörjem a varást, annyi hiányzott, hogy a produkció egy adott pontján nem jöttek, tudod, a kis mókusok a válladon, nem jelentek meg. Engedjétek a kiskutyátok, engedjétek a kiskutyákat! Nem, mert hogy benne volt az, hogy bejönnek, tudod, egy ilyen 80 dalmat, mindenki erős, és beülnek ott előre, tehát hogy volt ebben még egy picit rejtett tartalék, én sajnálom, hogy nem jöttek a madarak ennyit, tehát berepültek. Egy Walt Disney-be jött volna. Egy Walt Disney-be jött volna, és hiányzott. Hogy énekelte a Tibi egyébként, de tudja, tehát szeretné kilökni téged, Péter, mindegy, csak úgy mondom. Ezen nőttem fel. Andi? Azt szeretem ebben az egész műsorfolyamban, hogy a tébolyok, a dübörgések, az úzások és az örjöngések között mindig van legalább egy pár, és mondjuk háromból kétszer ti, akik megteremtitek azokat a pillanatokat, ami az ellenpontja, a nyugalmat, a szépséget, a sallangmentességet, ahogy a Klau mondja, az egyszerűséget, és mégis a dolog olyan minőségi, hogy nem lehet belekötni sem szakmailag, sem emberileg. Nekem hiányoztak a madarak, akármit mondasz. Sem kasszailag. Nagyon jó volt, gratulálok, gyönyörű volt. Nézd meg, Hitchcock egyik filmjét ajánlom. Meg lesznek. Kuki?
Gyerekek, tényleg fantasztikus volt, gyönyörű volt, sugározik tőletek a szeretet, látszik, hogy jó az harmónia köztetek. Az a sok gyerekek veletek a színpadon, szépek voltatok ti ketten. Ha úgy mondták a kollégám, nem lehet belekötni, hát szerintem gyerekek, hogy igen, itt a helye nektek a döntőre, tényleg. Imádlak titeket, tényleg. Azért majd felpörgetjük ezt egy picit. A következő nótával a Hydrojack, azért azt gondolom, hogy ez egy picit pörgősebb lesz, tehát aki, ott nem lesznek madarak, ott ilyen csizmák fognak bejönni hátulról, amik fejbe rúgják majd a pakmant, remélhetőleg. Meglátjuk, köszönjük szépen, készüljetek a második produkcióra. Nyomás, menjetek! Ezt a szép kardigánt, ezt vedd le, Péter!